Tisztelt Hölgyek és Urak! Ebben a videóban a kétdimenziós képszintézéssel foglalkozunk. Tehát feltételezzük, hogy a virtuális világunk a kétdimenziós euklidészi síkba van beleágyazva. A videóban megismerkedünk a fő megoldási stratégiákkal, a pixelvezérelt algoritmussal, illetve az objektumvezérelt algoritmussal. A további videókban pedig az objektumvezérelt algoritmus részleteit fogjuk megtárgyalni. A virtuális világ elemei vagy közvetlenül a kétdimenziós világkoordináta rendszerben adottak, vagy pedig a modellezési transformációval visszük az objektumokat az ő aktuális helyükre, pozíciójukra és orientációjukba. A képszintézis célja a világ egy részének a lefényképezése és a fénykép megjelenítése az alkalmazói ablak vagy a képernyő egy adott részén. Ezt a részt nézetnek vagy viewportnak nevezzük, és lényegében a fényképet tartalmazza. Az, hogy melyik részét szeretnénk a virtuális világnak a fényképen megjeleníteni, a virtuális világba beletett kamera határozza meg. A kameraablak egy koordinátákkal párhuzamos oldalú téglalap, és a célunk ennek a tartalmának a megjelenítése a nézeti téglalapban, azaz végső soron ott a fénykép előállítása. A fénykép pixelekből áll. Az egyes pixelekhez kell színt rendelni. Kétdimenziós képszintézisben az alakzatokat a saját színükkel ábrázoljuk, tehát a definíció során minden objektum kap egy színt, és hogyha kiderül, hogy ez az objektum tűnik föl valamely pixelen, akkor az objektum színét alkalmazzuk a pixel színének meghatározásához. Előfordulhat, hogy több objektum is verseng egy adott pixelért. Például ezen a részen mind a barna fal, mind a zöld hal föltűnik. Mivel kétdimenziós grafikában nincsen geometriai információnk arra vonatkozólag, hogy az ilyen ütközésekkor melyik objektum takarja a másikat, explicit prioritást használunk, és azt mondjuk, hogy ilyen esetekben az az objektum legyen látható, amelyiknek a prioritása nagyobb. Amikor egy kétdimenziós rajzolóprogramban olyan műveleteket adunk ki egy objektumra, hogy vidd hátra vagy hozd előre, akkor lényegében az objektumnak a prioritásos sorban elhelyezkedett helyére teszünk javaslatot. Vagy az objektumot a prioritásos sor legelejére, vagy a sor legvégére helyezzük el. A képszintézisnek kapcsolatot kell teremteni a modell objektumai és a kép pixelei között. Ezt a kapcsolatot két irányból is felépíthetjük. Elindulhatunk a pixelek felől. A nézetünk vagy a viewportunk véges számú pixelből áll. Minden pixelre feltesszük azt a kérdést, hogy vajon ebben a pixelben melyik objektum látszik. Ez a pixelt visszatransformáljuk vagy világkoordináta rendszerbe, vagy világkoordináta rendszerből akár elmegyünk az objektumok referencia helyzetéig, és azt vizsgáljuk meg, hogy a transformált pontot melyik objektum tartalmazza. Az objektumokat csökkenő prioritás szerint érdemes vizsgálni, mert ha megtaláljuk azt az objektumot, amelynek legnagyobb a prioritása és tartalmazza az adott pontot, akkor nem érdemes a kisebb prioritású objektumokat vizsgálni, ugyanis azok, ha tartalmazzák is ugyanazt a pontot, a kiválasztott objektum mögött kell, hogy legyenek. Ez az algoritmus rendkívül egyszerű, a pont áttransformálásán túl az objektumokra csupán csak egy tartalmazás tesztet kell végrehajtani, azt kell eldönteni, hogy egy adott primitív vagy objektum tartalmaz-e egy pontot. Mivel a transformációt véges számú pontra hajtjuk végre, ez a megközelítés akármilyen transformációt képes kezelni. Egyetlen hátránya van ennek a megközelítésnek, nevezetesen az, hogy túl lassú, általában nem tudja teljesíteni a valós idejű képszintézis elvárásait. A pixelvezérelt kétdimenziós képszintézissel szemben az objektumvezérelt képszintézis stratégia
az objektumokat veszi kézbe egymás után, azokat áttransformálja a képernyőre, és átszínezi az összes olyan pixelt, amit az objektum vetülete lefed. Figyeljük meg, hogy ebben az esetben a később rajzolt objektumok felülírják a korábban rajzoltakat, az objektumokat egyre nagyobb prioritású objektumok irányába kell feldolgozni. Az objektum vezérelt képszintézis eljárás egy műveletsor, más szóval csővezeték vagy pipeline. A virtuális világból indulunk el, ahol az objektumok tipikusan az ő referencia helyzetükben, más szóval a modellezési koordinátarendszerükben definiáltak. Olyan objektumokat kell elképzelni, amit a modellezési fejezetben tárgyaltunk, tehát például Bézié görbével határolt terület, Ketmurom spline, kör, ellipszis, kvadratikus görbék, illetve ilyen görbék által határolt területek, és így tovább. Az objektumokat transformálni fogjuk, és tudjuk azt, hogy csak a homogénlineáris transformációkra garantált, hogy azok legalább szakasz-szakaszba, háromszöget pedig háromszögbe képeznek le, ezért a transformációk során korlátozzuk magunkat kizárólag homogénlineáris transformációkra, a transformálható objektumok tekintetében pedig kizárólag pontra, szakaszokra és háromszögekre, vagy poligonokra általában. Ezért az első lépés az úgynevezett vektorizáció, ami az összes szofisztikált modellelemet ponttal, szakaszokkal, illetve háromszögekkel közelíti. Mind a három alaptípus kizárólag csúcspontokból áll, tehát bőven elég ezeket a csúcspontokat egyenként transformálni, köszönhetően annak, hogy a homogénlineáris transformációk megőrzik a szakaszokat, illetve a háromszögeket, a transformáció után elegendő a transformált csúcspontokra ugyanolyan szakaszokat vagy háromszögeket illeszteni. Az első transformációnk a modellezési transformáció lesz, ami az alakzatot elviszi a saját referencia helyzetéből az ő tényleges, aktuális helyére a világban. Ezt a transformációt tesszük általában időfüggővé, amikor az alakzatot animálni szeretnénk. A világban az alakzatok találkoznak egymással és a kamerával is, a tovább lépés során pedig ezt a kamerát kell követniük, midőn a kamera áttransformálódik a képernyő fényképévé, vagy nézeti téglalapjává. Világkoordinátarendszerben levő objektumokat akár egy lépésben át tudnánk transformálni a képernyő koordinátarendszerben, ahol az ablakból nézeti téglalap keletkezik, de elsősorban a hardware támogatás érdekében ezt a transformációt két lépésben végezzük el. Első lépésben a világot áttransformáljuk egy olyan koordinátarendszerbe, ahol a kameraablak egy -1, -1, 1-1 sarokpontú négyzetbe megy át. Ezt a koordinátarendszert normalizált eszközkoordinátarendszernek vagy vágási koordinátarendszernek nevezzük. Óriási előnye ennek a koordinátarendszernek akár a világgal, akár a képernyővel szemben, hogy a képünk vagy a kameraablakunk határai most mindig állandóak, függetlenek a felhasználó által vezérelhető ablak méretétől, illetve a fénykép méretétől. Valamikor meg kell szabadulnunk azoktól az objektum részletektől, amelyek kilógnak az ablak téglalapjából, mert ezek a fényképre se kerülhetnek rá. Ezt a műveletet vágásnak nevezzük, és elvileg elvégezhetnénk a világban az ablak téglalapjára, elvégezhetnénk a képernyőn a nézeti téglalapra, de mind a két esetben a vágási feltételek dinamikusan változóak lennének. Ezzel szemben normalizált eszközkoordinátarendszerben a vágási téglalap határai mindig a -1, 1 értéket jelentik, így könnyű hardvert építeni ezen művelet elvégzésére. Hozzáteszem még azt is, hogy levegőpontos számról nagyon könnyű eldönteni azt, hogy az -1 és 1 közé esik-e, csupán csak a karakterisztika
előjelét kell megvizsgálni. Normalizált eszközkoordináta rendszerben, tehát megtörténik a vágás, ledaráljuk az összes olyan objektum részletet, aki kívül esik ezen a -1-1-1 sarokpontú négyzeten, majd a megmaradó objektumokra végrehajtjuk a nézeti transformációt, vagy más szóval a viewport transformációt, ami most már figyelembe veszi a nézeti téglalap fizikai méreteit. A transformáció eredményeképpen pedig az objektumunk normalizált eszközkoordináta rendszerből átmegy fizikai képernyő koordináta rendszerbe, ahol az egység a pixel. Itt már csak olyan alakzataink lehetnek, amelyek a nézeti téglalapon belül helyezkednek el. A műveletsor utolsó lépése a rasterizáció, amikor is a nézeti téglalap belsejében levő pixelekre el kell dönteni, hogy melyiket kell átszínezni annak érdekében, hogy valami olyan illúziót keltsünk a felhasználóba, mint hogyha ő szakaszokat, háromszögeket látna föltűnni a képernyőn. A 2D képszintézis algoritmusát tehát ezen elemi lépések sorozataként fogjuk tárgyalni. Érdemes egy pillanatra előre tekinteni, hogy a kétdimenziós képszintézis csővezetékben melyek azok az elemek, amit magunknak kell megvalósítani, és mely helyeken támaszkodhatunk már meglevő szoftver vagy hardware elemekre. A virtuális világ menedzsmentjét és az elemek vektorizációját nekünk kell megoldani a CPU programunkkal, amit tipikusan C++ nyelven írunk meg. A már vektorizált primitíveket, amelyek mindig csúcspontok sorozatát jelentik, átmásolhatjuk a GPU-ra. A GPU ezt tömbökben, úgynevezett VBO-kban, Vertex Buffer Object tárolja, és az egy objektumot jelentő tömböket pedig VAO-nak, Vertex Array Object-nek nevezik. Innentől a képszintézis folyamat a GPU-n folytatódik. A GPU csúcspont árnyaló processzora fogja elvégezni a transformációs lépéseket, és referencia helyzetből a világkoordináta rendszeren átrepülve közvetlenül normalizált eszközkoordináta rendszerbe transformálja a pontjainkat. A csúcspont árnyaló programját GLSL vagy GLSL nyelven mi fogjuk megírni. A normalizált eszközkoordináta rendszerbeli pontot a GPU hardvere vágja, a vágás eredményét áttransformálja a fizikai képernyő koordinátákba, majd a megmaradó primitíveket rasterizálja, azaz előállítja azt a pixel sorozatot, amely ezeket a primitíveket közelíti. Ezek a lépések, vágás, nézeti téglalap transformáció, rasterizáció a GPU úgynevezett fix műveleti egységeivel történik. Ezek szinkron sorrendi hálózatok, amelyek minden órajelre kipötyögtetnek egy új eredményt, és emiatt a hardware megvalósítás miatt nyilván az algoritmus nem is felülbírálható. A fix műveleti egység által produkált pixel sorozat egy pixel vagy fragmens árnyaló processzoron megy keresztül, amelyet megint GLSL nyelven programozhatunk, és ebben a programban meghatározhatjuk az azonosított pixelnek a színét. Ez a pixel szín fog beíródni a rastertárba, amit a képernyőnkön élvezhetünk. Meg kell jegyezni azt, hogy a GPU elsősorban háromdimenziós grafikára van fölkészítve, és homogén koordinátákban dolgozik a projektív geometria támogatásának érdekében. Tehát abban az esetben is, amikor mi csak kétdimenziós grafikát szeretnénk művelni, és kizárólag affin transformációkat szeretnénk végrehajtani, a GPU elvárja a Z, illetve VV koordinátáknak a megfelelő kezelését. Kétdimenziós grafika és affin transformáció mellett a harmadik Descartes koordináta azonosan egyenlő nullával, a negyedik extra koordináta pedig egy. A megjelenítési csővezeték tárgyalásánál ezért több helyen feltételezni fogjuk, hogy valójában homogén koordinátákban és háromdimenziós világban dolgozunk, annak ellenére, hogy az E azonosan nulla, a VV azonosan egy, változók redundáns kiszámítása sok helyütt feleslegesnek tűnik,
De hát a GPU így van kialakítva, tehát ezt a számítást így is úgy is el fogja végezni.